Köszöntöm a nézőket, Önök az M-Plain Televízió hírműsorát, a Hírhetet látják, december 16-án, pénteken este 19 órakor. Hírműsorunk elején nézzük főbb híreinket egy-egy mondatban. A város intézmény vezetőit köszöntötte Szamosvölgyi Péter, polgármester. Advent 4. vasárnapjáni színes programok sátora a Jóhelyen. Nem tud állatokat fogadni az újhelyi menhely. Sátora a Jóhelyi város polgármestere karácsony alkalmából idén is köszöntötte az intézmény vezetőket. A már hagyományos eseményen Szamosvölgyi Péter polgármester pár mondatban értékelte az elmúlt évet, majd Dankó Dénes alpolgármester is köszöntötte a vezetőket. Elmondásuk szerint nehéz év volt, de csak is pozitívan lehet a következő évre tekinteni. Szamosvölgyi Péter sátora Jóhelyi város polgármestere idén is köszöntötte karácsony alkalmából a város intézményeinek vezetőit. Elmondása szerint mindenhol nagyszerű vezetők vannak, akik jól végzik a munkájukat és megtesznek mindent a saját lehetőségeiken belül, hogy könnyebbé tudják tenni az itt élők életét. Fontos a magas színvonalú munka, mert az emberek frusztráltak és fáradtak, és sokszor érzem, tapasztalom az elkeseredettséget. Látjuk magunk is, hogy amikor bemegyünk hétfőn a boltba, az a termék pénteken már többe kerül. Jó lenne, hogyha ezek a külső, tőlünk független körülmények megváltoznának, javulnának. Ebben nagy befolyásunk nincs, de abban igen, amiben mi tehetünk. Figyeljünk oda a városra, a ránk bízott emberekre, kollégákra, érezzük azt, hogy ők aztán végképp nem tehetnek a magas energiaárakról és a dráguló élelmiszerárakról sem. Ők csak szeretnék túlélni, és szeretnék a családjukkal, adott esetben gyermekeikkel, unokáikkal úgy eltölteni az életük egy komoly részét, hogy az nem mindig arról szóljon, hogy bizonytalanság van. A polgármesteri köszöntő után Dankó Dénes alpolgármester pohárköszöntő kíséretében mondta el gondolatait. Egy évvel ezelőtt ilyen tájt nagy reményekkel tekintettünk a 2022-es esztendő elébe, de a történelem átírta egy kicsikét a lehetőségeinket, úgyhogy egy nagyon nehéz éven vagyunk túl, aminek azt gondolom, hogy a nehezebbik része 2023-ban következik, hiszen az energiaválság, az előttünk álló kihívások a jó része az jövő évben fog realizálódni. Ettől függetlenül azt gondolom, hogy nem szabad süggednünk, optimistának kell lenni, hiszen hogyha visszatekintünk 100 esztendővel ezelőttre, hogy az akkori városvezetőknek mekkora kihívásokkal kell megküzdeni a trianoni döntés után egy gazdasági világválság hajnalán, ahhoz képest azt gondolom, hogy sokkal jobb helyzetben vagyunk. Ráadásul egy nagyszerű, összetartó társaság a Sátorajóujjai minden intézményével együtt, és azt gondolom, hogy válvetve a legnagyobb nehézséget is le fogjuk tudni küzdeni, úgyhogy küzdelmes év áll mögöttünk, küzdelmes év áll előttünk, de optimistán tekintünk a jövőbe. Az ünnepélyes eseményen közös kocintással köszöntötték egymást a megjelent vezetők. Advent 4. vasárnapjáni színes műsorokkal várják az érdeklődőket Sátorajóujjhelyen. A hagyományos karácsonyi forgatagon kulturális és gyermekműsorok is helyet kaptak a rendezvénytéren. Ezen a hétvégén délután 17 órakor veszi kezdetét az ünneplés, ami 19 órától Horgas Eszter Fuvola művész adventi koncertje zár majd. Az adventi koszorún jelenleg 3 gyertya ég, ami azt jelenti, hogy már csak pár nap is itt a karácsony. Az örömteli várakozás Sátorai Újhelyváros önkormányzata és a Kossuth Lajos Művelődési Központ teszi mindig meghitté és színesebbé, hiszen az adventi vasárnapokon kulturális és szórakoztató műsorokkal készülnek az érdeklődők számára. Az elmúlt hétvégéken is többen ellátogattak a Sátorai Újhelyi rendezvénytérre. Most azért mondhatom, hogy itteni körülmények között, hiszen azért csak egy kis város vagyunk, nem lehet máshoz hasonlítani, nagyobb városokhoz, nyilván itteni körülmények között már az első hétvégén nagyon sok szülő, nagyszülő, érdeklődő volt, és hát nézték a gyerekeket, de ezen felül művészeti csoportokat is vártunk, ugye a Művelődési Központnak is vannak különböző művészeti alkotócsoportjai, különböző fellépőket, úgyhogy az első 3 hétvégére mondhatom, hogy szép számmal jöttek, mind a mellett, hogy ugye, ahogy említettem, a helyszín nem változott, az időponton változtattunk idén,
Tehát 3 órától kezdődtek a kulturális programok kint a téren, és 4:30-kor volt az adventi gyertyagyújtás. Tettük ezt azért, mert nyilván nekünk is az elmúlt évek tapasztalata diktálta, hogy már este 6-7 órakor valóban a gyerekek fáztak. És így előre hoztuk a programot, kivéve a 4. hétvégét, ott maradtunk a 18 órai adventi gyertyagyújtásnál. A 4. hétvége előtt, december 17-én szombaton adventi játszóházat szerveznek a pódiumteremben, majd délután 15 órától pedig ünnepváró mazsoret estre várják az érdeklődőket. December 18-án vasárnap pedig délután 17 órai kezdettel várják a karácsonyi forgatagra a családokat. Vasárnap pedig, ahogy említettem, 18 órától lesz a gyertyagyújtás, előtte már 17 órától kezdődnek a kulturális programok a rendezvénytéren. Ha minden jól megy, épp most előttetek beszéltem a művésznővel, Horgos Eszter művésznővel, és úgy néz ki, hogy akkor a gyertyagyújtásnál ő is majd részt fog venni. És ezt követően pedig a Latabár Színházba várjuk a adventi koncertre az érdeklődőket. Jegyek még mindig kaphatóak itt a színház portáján, illetve a Ticket portálon is, és 19 órától fog kezdődni a program, melyet megelőzően még Szamosvölgyi Péter polgármester köszönti a megjelenteket. A decemberi programok ezekkel még nem érnek véget, hiszen már hagyományosan rendezik meg a városi szilvesztert a rendezvénytéren. A Sátoralja újhelyi Zemplén Gazdátlan Állataiért Alapítvány beláthatatlan ideig nem tud állatot fogadni a menhelyen, hiszen a munkaerő hiány és a kevés örökbefogadás megnehezíti a helyzetüket. Több nagyvárosi menhely már vitte el állatokat, akik ideiglenes örökbefogadó után egy jó gazdához kerültek. Több mint 60 kutya van jelenleg a menhelyen, akiket gondoznak az alapítvány munkatársai. A Sátorai Újhelyi Zemplén Gazdátlan Állataiért Alapítvány december elején írta ki közösségi oldalán, hogy sajnos beláthatatlan ideig nem tud fogadni a menhelyre állatot. Jelenleg 65 kutyát látnak el nap mint nap erejük felett, ethetik, gondozzák őket. Szilágyi Lászlóné, az alapítvány alapítója elmondása szerint az örökbefogadás sajnos nem elég gyakori, azonban a jelenlegi zárlat, miszerint nem fogadnak több állatot, nem csak ezért van. Azért van, hogy nem fogadunk, mert nincs munkaerő, és kevés az élelem, és mi is már idősek vagyunk, és valamikor lehet, hogy vagy 10 év múlva, ha minden jól megy, akkor be kell zárni a menhelyt, mert mi már 80 felé közeledünk, és nincs senki, aki átvegye a menhelyt. És nem fogadunk kutyát, mert ha lenne munkaerő, és jönnének tényleg többen, akkor igen, de sajnos senkit nem érdekli, hogy itt mi van. A kutyák között vannak kisebbek és nagyobbak is, és sajnos vannak olyanok is, akik már több mint 10 éve kerültek a menhelyre. Mindegyik állat csak egy kis gondoskodásra vágyik, egy kis simogatásra. A karácsonyi időszakban gyakor, hogy be gyerekeknél a házi állat utáni vágy, azonban azt a szülőknek kell mérlegelni, hogy egy kutya vagy egy macska egy életre szól, és felelősséget kell vállalni értük, hogy ne kerüljenek ilyen helyzetbe, mint a menhelyen lévő állatok. Az alapítványtól többször fogadtak már örökbe más városokból. Van egy pesti szervezet, aki az új kutyám, ez a nevük, ők vittek tőlünk, vagy 50 kutyát, ezért van már kevesebb a létszámunk. Idéglenes gazdihoz adják, ott bevezetik őket a városi életbe, és utána már mikor szocializálva vannak, akkor végleges gazdát keresnek, és találnak is, és mi kapunk visszajelzést, képeket, látjuk, hogy milyen helyre kerülnek, és hát nagyon örülünk, hogy jó helyre kerültek a kutyáink. Nem csak a munkaerő hiány, hanem a kevés eledel is nehezíti a Zemplén Gazdátlan Állataiért Alapítvány életét, hiszen ők adományokból és pályázati lehetőségekből tartják fent a kutya otthont. A menhely előtti úton pedig pár évvel ezelőtt több kis cicát is otthagytak, akik közül 4 még mindig a menhely bejáratát őrzik. Őket is gondozzák a munkatársak, akik azt kérik, hogy több kis cicát ne hozzanak a kapu elő, hiszen így is nagy erőkkel dolgoznak a hét minden napján. Tette hozzá Szilágyi Lászlóné.
A közelmúltban változtak az egyetemi nyelvvizsga követelmények. Az új változások elsősorban a már egyetemen tanulókat érintik, ugyanis a nyelvvizsga továbbra is fontos bemeneti, a nyelvtudás pedig kimeneti követelmény lesz a legtöbb egyetemen, melyek saját jogköre bővült a nyelvtudást érintő kérdésekben. Sokat hallani arról, hogy a kormány eltörölte a diplomaszerzés nyelvvizsgához kötöttségét. Azonban ettől sokkal árnyaltabb a kép. A nyelvvizsga szerepének leértékelődése helyett valójában épp a fordítottja következhet be. Híradónk megkeresett egy nyelvtanárt a témával kapcsolatban, aki elmondta, hogy bár a szabályozás nagyon sok diákot érint, de elsősorban azokra vonatkozik, akik már jelenleg is bent vannak az egyetemeken. Az ő diplomaszerzésük mentesül a nyelvvizsga alól, viszont a legtöbb egyetemen helyi vizsgák alapján fogják a nyelvtudást ellenőrizni a nyelvvizsga bizonyítvány helyett. Igazándiból a mi intézetünkben ugye gimnazisták járnak, és az ő részükről ez egy kicsikét félreértett dolog, ugyanis azt hiszik, hogy most már nekik nem kell majd nyelvvizsga, viszont tévednek, hiszen ha megnézzük a 2024-től érvényes bejutási rendszert, akkor igazándiból azt lehet látni, hogy az 500 pontos rendszer annyiban változott, hogy eddig azt a 100 pontos részt, amit külön meg lehetett szerezni, azt innentől kezdve intézményi pontrendszernek hívják, míg a korábbi rendszerekben ez azt jelentette, hogy a 100 pontból középfokú nyelvvizsgára mondjuk 28-at lehetett szerezni, felsőfokú nyelvvizsgára mondjuk 40 pontot lehetett szerezni, de összesen sem lehetett 40 pontnál többet kapni. Tehát, hogyha valakinek már volt egy felsőfokú nyelvvizsgája, akkor úgymond ki is maxolta az összes lehetőséget, amit nyelvvizsgáért szerezhetett. Na most az új rendszerben 2024-től, ha most nézzünk egy példát, megnéztem például a budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemnek az új rendszerét, mert már ezek nyilvánosan hozzáférhetőek, akkor azt látjuk, hogy pont az ellenkezője igaz, hiszen egy középfokú nyelvvizsgáért már 38 pontot lehet szerezni, és egy felsőfokúért pedig 50 pontot. Ráadásul a pontok összeadhatóak. A két említett nyelvvizsga bizonyítvány már közel 90 pontot tud érni, a korábbi legfeljebb 40-nel szemben. A maximálisan megszerezhető pontszám nyelvvizsgából pedig 100. ami 2,5-szerese az eddiginek. De ez egyetemenként eltérő lehet majd a jövőben. A szakember nem gondol nagyobb változásokat a nyelvtanulási szándékban, továbbra is fontos lesz a nyelvtudás, mind az egyetemekre való bejutásban, mind pedig a munkaerőpiacon. A munkaerőpiacon eddig is nagy elvárás volt egy legalább egy beszélt idegen nyelv. Most nem, a legtöbb helyen egyébként nem is papírhoz kötötték ezt, hanem konkrét tudáshoz. Tehát a felvételén, amikor elment valaki egy meghallgatásra, akkor meg kellett szólalni angol nyelven, vagy pedig már magát a jelentkezést is angol nyelven kellett megírnia. Én úgy gondolom, hogy ebből kifolyólag nem számíthatunk változásra. Az is újdonság, hogy van olyan egyetem, ahol a felvételi pontszámításnál adnak pontot arra is, ha valakinek csak egy szóbeli, vagy csak egy írásbeli nyelvvizsgája van. Megtartott a soron következő előadását a Tokaj-hegyalja Egyetemen indult Senior Akadémia. Pincés István rendező, színház igazgató volt a legújabb előadó, aki saját tapasztalatai alapján japán-magyar színházi crossover címmel tartott előadást a Szigetország színházi kultúrájáról, a művészetekhez való hozzáállásról és a két ország ilyen irányú kapcsolatairól. Sárospatakon érettségizett Pincés István neves rendező színházigazgató, aki a Tokaj-hegyalja Egyetem Senior Akadémiájának programpontjaként japán-magyar színházi crossover címmel tartott előadást. A rendezőnek régi kapcsolata van a japán színművészettel, így a legalkalmasabb személy a japán színházi kultúra bemutatására. Jó sorsom úgy hozta, hogy 1981-ben egy színjátszó fesztiválon New Yorkban megismerkedtem teljesen véletlenül egy japán színházi együttessel, akik ugyanazt a darabot játszották, amit az én csapatom, Csehov lánykérés című darabját. Mi magyarul, európai módon, ők japánul, japán módon térdeltek tatamin, teasztalnál, tehát nagyon furcsán japanizálták a darabot. Ez a hasonlóság, hogy mind a ketten ugyanazt az előadást választottuk, összehozott bennünket, barátságot kötöttünk, 82-ben már ők voltak itt, 83-ban mi mentünk, és 1983 óta, most december 4-én voltam kint 71-ére, tehát egy olyan 40 év alatt 70 alkalommal rendeztem odakint, workshopokat tartottam, tanítottam a Tolyamai Egyetemen, fesztiválokra vittünk csoportokat, magyar színházi produkciókat. Pincés István arról is beszélt, hogy mennyiben más a japán kultúra és a hozzáállás a művészetekhez. Én angol szakos lévén
Mindig is a nyugati kultúra felé vonzódtam, úgy gondoltam egyetemista koromban is, előtte is gimnazistaként, hogy ami engem igazán érdekel, az angol irodalom, az amerikai irodalom, drámairodalom, költészet, és kelet exotikuma nem nagyon fogott meg, nem nagyon érintett meg. Ami nem azt jelenti, hogy teljesen ismeretlen volt előttem, a haikukról tudtam, a Nószínházról, a kabukiról, de közelről nem tanulmányoztam. Amikor kint voltam, akkor tapasztaltam, hogy a japán emberek művészethez való viszonya, és nem csak a költészettel, hanem a képzőművészettel, színházművészettel is kapcsolatba kerülő emberekről beszélek, egészen más. Sokkal az alházatosabban viszonyulnak a művészethez, a saját művészetükhöz, szakmájukhoz, küldetésükhöz. A színházakban nincsenek öltöztetők és minkesek, mindenki magának végzi el ezeket a munkafolyamatokat. Az előadások végén nincs egyéni meghajlás, minden szereplő csak közösen hajol meg, mert úgy vélik, nem a pacsirta, hanem a dal, ami igazán fontos. Hírműsorunk végén nézzük még egyszer fő híreinket egy-egy mondatban. A város intézmény vezetőit köszöntötte Szamosvölgyi Péter polgármester. Advent 4. vasárnapján is színes programok sátora a Jóújhelyen. Nem tud állatokat fogadni az újhelyi menhely. Köszönöm a figyelmüket, friss hírekkel jövő héten hétfőn este 19 órakor várjuk Önöket. A viszontlátásra!